Sokáig hittük úgy, hogy János Vitéz, Petőfi Sándor teljes egészében kitalált főhőse az Azonos című elbeszélő költeményének. Azonban azt már csak kevesen tudták, hogy a főhőst egy valóságban is létezett huszárról mintázta. Ebben a videóban az igazi János Vitézről lesz szó. János Vitéz eredeti nevén Horváth Nepomuki János Ráckevén született 1774. május 10-én. Az anyakönyve szerint Piringer Jánosként látta meg a napvilágot. Édesapja korai halálát követően édesanyja férjhez ment a megyei perceptorhoz, nemes Horváth Jánoshoz, aki a nevére is vette a fiút. Édesanyja az új házasságot követően gyermeket várt, ám a szülésbe belehalt. A mostoha apa csak rövid ideig nevelte az ifjú Jánost, mivel rendszeresen italozott, a vagyonát elverte, és magára hagyva a fiút elköltözött Ráckevéről. Jánost atyai nagybátyja, Piringer György Vizimollár vette magához, akinek volt már egy kislánya, Piringer Juliska. Így adódott, hogy a Molnár házában a két gyerek együtt nevelkedett. János Ráckevén járta ki az iskolát, majd Szőnyi Pál szabómester mellett lett inas, majd segéd. 1793-ban a francia forradalom és a jakobinus mozgalom leverése érdekében katonai szerveződés vette kezdetét. Első Ferenc császár utasítására újoncozást rendeltek el, Ráckevének 3 huszárt kellett biztosítania a város költségén. Horváth János a Szabó C. ajánlásával került besorozásra, és 12 év szolgálatot vállalt szülőfalujáért az első huszárezred berkein belül. A fiatalember ekkor már 19 éves volt, és vélhetően már ekkor komoly érzelmi szálak fűzték Juliskához. Az ezreddel Észak-Itáliába, ha úgy tetszik, Taljánországba utazott. Itt tanult meg olaszul, franciául, németül, 1794-re előléptették káplárrá, ez ma a tizedes rendfokozatnak felel meg. Napóleon hatalomátvételét követően Horváth Nepomuki Jánost áthelyezték a Radetzky ezredhez. Az első marengói csatában súlyosan megsérült, mikor Alvinczi tábornokot a saját testével védte. Hőstettéért ezüstvitézségi érmet kapott. A második marengói csatát követően előléptették strázsamesternek, majd alhadnagy lett. A francia előrenyomulást azonban nem tudták megakadályozni, így a franciákkal magyar földön került sor újabb csatára 1809-ben Győr mellett. Itáliában ő maga védte a napóleoni uralom ellen megkoronázott római királyt, Napóleon fiát a francia betolakodókkal szemben. Rövidesen kapitány lett és saját lovas századdal rendelkezhetett. 1814-ben a lovas századával 7. Pius pápát kísérte át az Alpokon, miután kiszabadult a napóleoni fogságból. A didergő pápán János Vitéz segített úgy, hogy a köpönyegét és a mentéjét ráadta 7. Piusra. Ezt a jelenetet megörökítő festmény a Vatikáni Múzeumban is megtalálható. A pápa hálája jeléül a Radetzky ezrednek zászlót adományozott egy tiszteletükre adott díszlakoma mellett. Nem csak az Armádia keresztjét tudhatta magáénak, de megkapta az ezüst sarkantyús csizmát, Nápolyban a szicíliai aranykeresztet, a pápától pedig a Krisztus rend gyémánt csillagrendjelét. János Vitézből így lett a Krisztus rend és a Szent György rend lovagja. Horváth Nepomuki János 22 év katonai szolgálat után nyugdíjazását kérte, 41 évesen visszatért Ráckevére, miután Milánóban megfestette saját portréját. Juliskáról megtudta, hogy férjhez ment Gáspár János Vizimolnárhoz, akitől egy János nevű fia született. Szoros viszony alakult ki a Vitéz és a család között, János Ráckevén nyomban házat és földet vásárolt, azonban 1824-ben újra szolgálatot vállalt főkapitányként a testőrségben. Körülbelül ebben az időben, de lehet már korábban, a franciák elleni hadjárat alatt, de házasodni szándékozott. Az esküvő pontos dátuma nem ismert, ugyanakkor azt tudni lehetett, hogy János Vitéznek a testőrségen belül be kellett jelentenie feletteseinek a házassági szándékot, amihez kauciót kellett felmutatni. Még Bécsbe utazása előtt jelzáloggal terhelte a ráckevei házát, a kölcsönt Schmidt Wallenstein János apáttól vette fel, aki a szomszédja volt. A pénzre a rendelkezésre álló források szerint új ruhához kellett a testőrséghez és a bécsi élethez. Az a váratlan helyzet állt elő, hogy az apát végül birtokba vette a ráckevei házat, János Vitéz pedig így nem tudta felmutatni a kauciót, ezért fenyegetni kezdte az egyházi méltóságot, hogy legalább a ház árát adja meg neki, és birtokba veheti azt. A pénz megérkezése után a tervezett házasságból nem lett semmi.
egyházasodási szándékról lehetett tudni a napóleoni háborúból, de 1826-27 magasságában, de 1828-ban és 1831-ben is el akart venni egy-egy lányt feleségül, de mindegyik esetében nem kapta meg az engedélyt az udvari haditanácstól, de még a főudvarmesteri hivataltól sem. Az egyetlen dolog, ami igazolja, hogy házas volt, az az, hogy a végrendeletében csak megemlíti a feleségét, de nem nevezi meg őt név szerint, akitől korábban elvált, és mindössze egy ezüstérmet adott neki, és a végrendelkezése során más nem igényelhet. 11 évet szolgált, 61 évesen pedig életében végleg lezárta az, hogy katona legyen. Hazament Ráckevére, ahol idős koráról is maradtak fenn érdekes dolgok. Egy alkalommal például egy kanász tülkölésére ébredt. János vitéz vélhetően rossz alvó volt, és dűbe gurult a zajra. A hangoskodó kanászra meggondolatlanul rálőtt, és azért, hogy csillapítsa az ellene irányuló dühöt, fizetett azért, hogy csillapítsa a kedélyeket. Rendelkezett továbbá egy földeles kocsival, ami vélhetően egy hintó volt, és gyakran azzal közlekedett. A tehette vadászni járt. A templomban a kórusról hallgatta a misét. Nyaranta a ráckevei fiatalokkal átvonult a Dunai hajóhídon a bálványosi kocsmába, ahol kitombolta magát, és a szigetbecsei fúvószenekarral magának zenéltetett. 1847. február 7-én halt meg Ráckevén. Végrendelete szerint mindent legközelebbi rokonára, Piringer Juliannára, Juliskára hagyott, és Juliska fiára hagyta ezüst sarkantyús csizmáját. A feltételezések ellenére Juliska nem volt soha a szerelme, hisz a nagybátyja lányáról volt szó, tehát együtt nevelkedett unokatestvérek voltak. Juliska halálát követően a Krisztusrend csillaga, amit János Vitéz a pápától kapott, a ráckevei katolikus templomba került, és az áldoztatók e helyre forrasztották. 1937-ben került át a székesfehérvári egyháztörténeti gyűjteménybe. Erről csak utólag derült ki, hogy nem igaz. János Vitéz rendjele a mai napig nincs meg. Székesfehérváron egy utángyártott változatot őriznek, amit soha nem forrasztottak ki a helyhez, és vélhetően az egyik családtag készítette. A ráckevei régi temetőben található az ő síremléke, és minden személyes tárgya, holmia a Ráckevei Árpád Múzeumban tekinthető meg. De Petőfi hogyan tudhatott a magyar földön alig járó János Vitézről? Nos, tegyük időrendbe a dolgokat. Petőfi Sándor 1844-ben írta a János Vitézt, 1845-ben jelent meg. Petőfi sohasem járt Ráckevén, csupán Ács Károly, aki 1823-ban született Ráckevén, és jogi tanulmányait Kecskeméten végezte. Ott ismerte meg az átiratkozó Jókai Mort Ács, így rajta keresztül ismerhette meg Petőfit, akivel Jókai már pápán együtt tanult. Feltételezhetően az együtt töltött beszélgetések alkalmával Ács Károly mesélhetett a ráckevei huszárkapitányról. Tehát Petőfi János Vitéze bejárta Taljánországot, Franciaországot, a magas hegyeket, rengeteg csatát látott, életében fontos szerepet kapott a francia király, de még a pápa is.